estére egy nagy összefoglalót készítettem, amiben egyben láthatjuk azokat a tüneteket, és hát nyilván konfliktusokat, amelyek a vizelet képzése és ürülése körül keletkeznek. Az anyag ez hatalmas, úgyhogy egy kicsit a megszokottnál, hát hogy mondjam, az öt természet törvénynek a ismertetése vázlatosabb lesz. Hammer doktor gondolatát, hogy a germán gyógytudomány orvosoknak és betegeknek való, akiknek szívük és józan eszük van, azért tettem ki a weblapra is, hogy nehogy valaki laikus azt gondolja, hogy ez aztán neki nem való. Nagyon is azoknak valók, akik tudnak még egyszerűen és logikusan gondolkodni. Nagyon, de nagyon lényeges dolog, különben hát a problémáinknak a megoldását elbonyolítjuk. Az első természettörvényt Hammer doktor 19 éves fia halála után fedezte fel néhány évvel. Itt látjuk Dirk Hammer, 19 éves fiát, aki a karjai közt halt meg, miután az olasz trónörökös, a savoyai herceg tök részegen két lövéssel a csónakban alvó Dirk Hammert halálosan megsebesíti. Hammer doktor 111 napig mindent elkövet, hogy megmentse a fiát, végül is 78. december 7-én meghal a karjai között. Nem sokkal ezután, 79. februárjában már heredaganata van, és elgondolkodik azon, hogy a heredaganatának kell legyen valami köze a fia elvesztéséhez, hiszen addig ő teljesen egészséges volt. Kemosugárkezelés nem vállal, csak sebészeti eljárást, és miután felépül, egy nőgyógyászati rákklinikán belgyógyászfőorvosként dolgozik, és megkérdi ottani betegeket, daganatos betegeket, hogy vajon az ő életükben nem történt valami hasonló, mint ami vele is megtörtént. Vagyis egy nagyon súlyos, egy váratlan, meglepetésszerű történet, ami hirtelen, váratlanul érintette, mint derült égből a villámcsapás. Nos, amikor mind a 200 megkérdezett betegnél ez a három tényező beigazolódott, hogy mindezt magányosan élték meg, és benne maradtak a konfliktusba, akkor Hammer doktor 81-ben a rákvastörvényét meghirdeti. Tehát egy olyan felfedezés, ami végre választ ad nekünk arra, hogy a rák az nem rossz indulatú, nem ismeretlen, nem gyógyíthatatlan, hanem mi indítja el magunkban ezt a folyamatot, ezek szerint mi is tudjuk leállítani, vagyis meggyógyítani. Nagyon lényeges felfedezése a lélek, agy, szerv, tengely leírása, és ennek táblázatba foglalása, ezt látjuk itt a hátam mögött. A lélek kisbetűvel és idézőjelbe téve csak annyit jelent, hogy nem a nagybetűs lelkünkkel van problémánk, magyar nyelv sajátossága, hogy lelki megrázkódtatásról beszélünk, de megrázkódtatások mögött mi van? Mindig egy félelem. Tehát a félelem az, ami az agy közvetítésével elindítja a szervi választ, és a félelemnek az alapja mindig a haláltól és a faj kipusztulásától való félelem, amíg ez abban a pillanatban, a konfliktus pillanatában nem is így tudatosul. A lélek agyszervtengelynek a leírása, táblázatba foglalása egy paradigmaváltást jelent a medicinában, végre azt látjuk, amit látnunk kell, és nem fordítva ülünk a lovon. A konfliktus pillanatában kialakulnak ezek a bizonyos sinek, ezeknek az a jelentősége, hogy emlékeztetni fognak minket a meg nem oldott konfliktusra, ha nem zárjuk le a konfliktust érzelmileg. Mert ugye, ha érzelmileg egy félelem irányította, kezdte, indította be a konfliktusunkat, akkor biztos, hogy nem félelemmel és agyalással, vagy fizikai szintű
próbálkozásokkal kéne megoldani, hanem érzelmileg. Vagyis megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással és hálával. Ezek mindösszesen szavak, a lényeg az, hogy valóban átéljük-e mindazt, amit elmondtam. Szóval, ha érzelmileg oldjuk meg a történetet, akkor a körülmények nem rögzülnek, akkor a körülmények nem fognak emlékeztetni, és nem fog újra elindulni egy allergiás reakció, vagy egy krónikus betegség, vagy ilyesmi. Hámer doktor ezt az egész biológiai programot értelmes biológiai különprogramnak nevezi, mert, mint mondtam, mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása. Ne feledjük el azt sem, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése, és nem az, amit a szomszéd látott, vagy valamelyik családtól. Ezért van az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Nem más, csak ő maga fogja tudni feloldani a konfliktusát, mert az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése lesz, és nem más. Ez a két mondat, hogy orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van, valamint az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, nem véletlenül került a weblap főoldalára. A tudástárból a My Student and Mayhem című archaikus varázsdallam eredetiben letölthetővé vált mindenki számára augusztus 6-a óta, 2022. augusztus 6-a óta. A feldolgozott webkonferenciákat pedig a Germán Gyógytudomány menüpontból a videók alcím alatt szépen meg tudjuk keresni és meg tudjuk nézni. Ez az előadás is oda fog kikerülni. A második természettörvényt nem sokkal az első után Hámer doktor felfedezi, mint belgyógyász főorvos, aki tisztában van a tünettannal, és tudjuk jól, hogy vannak hideg és meleg tünetek a program során. A hideg tünetek mindig a konfliktus aktív fázisban jelentkeznek, illetve még az epileptoid krízisben. A meleg tünetek pedig a megoldást követő fázisban jelentkeznek, annak a két szakaszában, az exudatív fázis és a hegesedési fázisban. Nos, akkor mindenki tudja, hogy amikor izgul, feszült, ideges, akkor hideg a keze, hideg a lába, nincs nagy étvágya enni, és zakatol az agya, emelkedik a vérnyomása, éjjel nem tud nyugodtan aludni. Csak a legáltalánosabb tüneteket említem. Lélek, ez az izgatottság, ugye, a hideg tünetek azt jelenti, hogy Hámer doktor ezt kék színnel ábrázolta, és a szimpatikus idegrendszer túlsúlyát mutatja, mindaz, amit itt a konfliktus aktív fázisban látunk elejétől végig. Agyi szinten a becsapódásnak megjelöltem itt a közepét, és láthatjuk, hogy körkörös gyűrűk jelennek meg a koponyalappal párhuzamosan készült CT-képpel, amiben nem használta a kontrasztanyagot. A kontrasztanyag ezeket a körkörös gyűrűket eltakarja. Szóval, ha valaki már volt stresszben, félt valamitől, izgult valamiért, akkor tudja, mi az, hogy konfliktus aktív fázis. Kérdés tehát, hogy a megoldás, a konfliktus megoldása miként fog megtörténni. Valóban érzelmileg, vagy csak változnak a körülmények, és ezért megnyugszunk átmenetileg. Mert ha csak megnyugszunk átmenetileg, átmegy a program a megoldásba, azzal nincsen semmi baj, csak akkor maradnak a sinek, és jönnek az elakadt gyógyulások. A megoldási fázisnak, amit látjuk, három szakasza van, az exudatív fázis, az epileptoid krízis és a hegesedési fázis, és most már tudjuk, hogy az epileptoid krízisben krízis, tehát igencsak fokozott tüneteket fogunk észlelni. No de, az exudatív fázissal kezdjük, mert akkor meleg tüneteink lesznek, vagyis kimelegszik a testünk, esetleg lázasok is leszünk, éjszaka izzadunk, és háromszor kell lepedőt cserélni alattunk, nagyon gyengék, nagyon elesettek vagyunk, és egy nagyon komoly betegség tudatunk alakul ki. A víz nem csak a szervi szinten gyűl be, ugye az exudátum,
azaz sejt közötti állománynak, folyadéknak a felgyűlemlését jelenti. Tehát nem csak az a gyógyuló szervben lesz duzzanat, hanem amint itt látjuk a két nyilat, agyi szinten is megjelenik a duzzanat. Ezt most nem megyek bele részletesen, mert annyira most ezzel kapcsolatban időnk nincsen, viszont a nyomdában levő negyedik könyvemben a CT-kép elemzést az külön közlöm. Szóval ott tartunk, hogy exudatív fázis, és az ödéma megjelenik szervi szinten, agyi szinten. Nyilván, ha agyi szinten ödéma jelenik meg, akkor fájni fog a fejünk, szervi szinten a duzzanat miatt fájdalom is fellép, meleg is, ugye, és duzzat meleg, fáj, piros, ha felszínen van, és nem működik rendesen, tehát rubor, tumorkálon, dolor, funkció léza, ahogy azt tanították. Ez mind-mind megtapasztalható lesz mindenki számára, mind gyulladásos tünet. Az epileptoid krízisben egy esetben nincsenek tüneteink, épp hogy elmúlnak a tünetek, amikor az önleértékelési konfliktusokat tesszük helyre, viszont, tehát itt ízületi csont fájdalmakról beszélek, itt azok eltűnnek, az összes többi programnál nagyon, de nagyon fokozott tünetek jelennek meg, izomgörcsök, és mondjuk, ha egy záróizom görcsöl be, akkor besárgulunk, ha az Oddi-féle záróizom fog bezárulni, görcsbe átmenni. Nagyon komoly szívdobogásunk lesz, vagy leáll a szívünk, mélyvénás trombózisunk lesz, vagy éppenséggel vesegörcsünk, epegörcsünk. Szóval ez programja válogatja, hogy mit fogunk megtapasztalni a megoldás követő fázisban, de vajon mitől függ az, hogy mennyire fogok én itt szenvedni a gyógyuláson kellős közepén? Hát nyilván csak attól függ, hogy mennyit csücsültem a konfliktus aktív fázisban. Ez a legfontosabb. Tehát a legfontosabb megoldás, hogy nem újjék el nap a te haragoddal, amit már 2000 éve árultak nekünk, csak még mindig nem vittük át a gyakorlatba. A hegesedési fázisban már jó az étvágyam, a jó a hangulatom is, túl vagyok a nehezén, csak iszonyúan fáradt vagyok, mint aki facsart mosogató rony, és ez újabb konfliktusoknak a melegágyát képezi. Jó lenne örülni ilyenkor, hogy már éppen csak néhány nap vagy hét választ el a teljes gyógyulástól. Most ebből az egészből az is következik, nyilvánvaló, ha valakinek a konfliktus aktív fázisa 30 év volt, akkor az epileptoid krízise nem egy-két óra vagy egy-két nap lesz, hanem lehet, hogy egy-két-három hónap. Tehát az is jó hír, hogy nem feltétlenül kell ugyanannyit szenvedni a megoldás követő fázisban, mint amennyit a konfliktus aktív fázisban csücsültünk, mert van erre megoldás, és akik a hétvégén Nyíregyházán ott voltak, ők most már tisztában vannak vele, hogy hogyan tudják a biológiai testüket irányítani, hogy mielőbb meggyógyuljanak. A harmadik és negyedik természettörvényt Hammer doktor szinte egy időben fedezi föl. Visszalapozza az embriológiába, amit egyedfejlődésnek is nevezünk magyarul, és kiderül ugye az, hogy a három csiralemezből kialakult sejtjeink csak háromféle dolgot tudnak csinálni egy életen át, vagy szaporodással, vagy sorodással, vagy működésváltozással segítik a túlélésünket. A világ legegyszerűbb egyenletrendszerét ismerhetjük meg, mert hogyha az agytörzés a kisagy által irányított programokban a sejtek szaporítását kezdtük a konfliktus aktív fázisban, nyilvánvaló, hogy a megoldás követő fázisban lebontjuk a sejteket megfelelő tünetekkel, és a lebontott sejteket meg a nyirokrendszer fogja feldolgozni. Ha agyvelő vagy agykéreg által irányított programokról beszélünk, amik a sejtekre hatnak, itt fordított dolog történik, itt először sorvasztjuk a sejteket, megoldásba visszaépítjük, és nyilván, hogy a tünetek a megoldás követő fázisban jelentkeznek. Az agykéreg képes arra, hogy
működés gátlást indítson el sejtszinten, tehát nincsen sejt plusz sejt mínusz, és a működést feloldja, helyreállítja az agyi parancs, ha megtörtént a megoldás, és akkor mondjuk meggyógyulunk még a cukorbetegségből is. Itt van a három csíralemez, amiből minden sejtünk és szövetünk kialakul. A színek utalnak arra, hogy mi a csíralemez, utalnak arra, hogy milyen szövetek, szervek alakulnak ki, és utalnak arra, hogy milyen agyi központ irányítja őket. Láthatjuk, hogy a külső csíralemez, ami piros színű, ektoderma, az a külső bőrt fogja létrehozni, tehát azért piros ez a baba, és ezt viszont az agykéreg irányítja a továbbiakban. Külső bőr szerint működik, a program szerint működik, majd a húgyvezetékünknek minden sejtes eleme, az urotélium, ami egy nyálkahártya. A belső csíralemez, itt van, ugye belülről ez a sárga, úgy hívjuk, hogy endoderma, és a belső csíralemezt az agy törzs vezérli, itt látjuk, ő az agytörzs, a legősibb agyi részünk. Mindig először sejt szaporítás, majd lebontás következik be, és ezzel megoldjuk a víz-falat konfliktust, a táplálék-falat konfliktust, a levegő-falat konfliktust, a fény- és a hang-falat konfliktusokat. Az a lényeg, hogy eleve a szervezetünk túlélését biztosító feltételeket fogja helyreállítani sejtszinten, hogyha erre szükség van. A középső csíralemez, oda már nem rajzolok be, mezoderma, narancssárga színnel, hát kérem szépen, nyilván, hogy a külső bőröm és a belem közti sejtek halmazát jelenti, ennek egy részét a kisagy irányítja, azok most nem kerülnek szóba. A másik része, ami itt van a nagy agyhoz tapadva, bocsánat, igen, az agykéreghez tapadva, a külső csíralemezhez tapadva, azt látjuk itten, hát narancs színnel, piros satírvonallal, itt van középen a narancs színű nyíl, és mit látunk ebben a babában? Hát egy csontvázat. Vajon miért? Mert az innen induló programok az önleértékeléssel foglalkoznak, de ezen túl még a szívizomzat és a petefészek here, valamint a vesének a parenkimájával is foglalkozik. Úgyhogy ne feledjük el, hogy ebben a mezőben találjuk meg a vesének is a reléjét, ami itt van, ahol ez a két sárga pötty található, viszont ne feledjük, hogy ugye a fenti rétegben még a petefészek vagy here reléje, és hogyha alá megyek, akkor alatta fogom csak a vese parenkima reléjét megtalálni. Ugyanakkor a kivezető csőrendszernek a reléjét itt a piros mezőben fogjuk megtalálni, de majd különképpen majd ezt külön még majd megmutatom. Tehát, amikor már tudom, hogy minden szervem, minden szövetem három csíralemezből fejlődik ki, ezek a sejtek egy életen át megőrzik azt, hogy honnan erednek, és mit kell tenniük, és ki a főnököt, akkor megnyugodhatunk, hogy nincsenek átétek, mert ez egy biológiai képtelenség. Tehát soha nem fog a húgyúti vezetékemből a sejt elvándorolni, és mondjuk csontsejtté alakulni. Ez biológiai képtelenség. Negyedik természettörvényben Hammer doktor felfedezi a bennünk élő mikroorganizmusok és az egyetfejlődés közti kapcsolatot. Erről nagyon bőven írok a hamarosan megjelenő negyedik könyvemben. A krónikus betegségek csak azért tudnak kifejlődni, mert nem vagyunk hajlandóak lezárni a konfliktusainkat. Itt van függő konfliktus aktivitás, vagyis még meg se oldotta, még mindig elszigeteltnek, magányosnak élem meg az életemet, a szüntelenül szenvedő, szegény picike én, aki bebújik a sarokba, és hagyjatok békén. Van, akinek ez a túlélő technikája.
Mert a túlélés arról szól, hogy üss vagy fuss, vagy tedd magad halottnak. Ha nem oldom fel a konfliktust, akkor nyilvánvaló, hogy vagy végtelenül sok sejtet fogok felszaporítani, akkor abból egy tumor lesz, vagy végtelenül sok sejtet fogok lebontani, és akkor abból egy gyönyörű nagy fekély, vagyis sejthiány lesz. Ide húzok egy pert. A függő gyógyulás a legrombolóbb program, mert ha építettem sejteket konfliktus aktív fázisba, akkor látjuk, hogy négyszer többet bontok le. Ha bontottam sejteket, akkor viszont négyszer többet fogok visszaépíteni. Ez most csak a grafikára vonatkozik, de persze ez sokkal, de sokkal változatosabb módon fog megjelenni. És akkor ennek köszönhetjük majd a krónikus gyulladásokat, a reumatoid artritiszt, az elalaktalanodó ízületeinket, a mindenféle szöveti elváltozásokat. Amire majd ráfogják, hogy ismeretlen, vagy autoimmun, vagy rossz indulatú. A policiklikus lefolyásban azt látjuk, hogy mindig eljutunk a program végéhez. Itt is vége, ott is vége, ott is vége, de mindig újra meg újra elindul ez a fránya program. Miért? Mert nincs lezárva érzelmileg. És akkor élvezhetjük újra meg újra a visszatérő, mondjuk úgynevezett húgyúti fertőzéseket. Nos, akkor az ötödik természettörvény, amihez tényleg csak ki kell nézni az ablakon, arról szól, hogy a lényeg megértése az, hogy minden, ami zajlik a szervezetemben, az a túlélésért és a faj fenntartásáért történik. Hiszen minden élőlény, nem csak a képen, hanem kint a természetben is, minden nap a túléléséért küzd. Tehát ezért a programért elindított sejtszaporítás, sorvadás vagy működésváltozás képezi a túlélésnek a zálogát. Ha megoldottam a konfliktust, akkor visszacsinálok mindent. Teljesen, teljesen logikus és egyszerű. Hammer doktornak a táblázatában, amit már említettem, falat konfliktusokat fogjuk megtalálni itt az első oszlopba, és ma részletesen beszélünk a magány, egzisztenciális konfliktus vízfalat visszatartásáról, mert ugye a túléléshez levegő, víz, táplálék, fény és hang kell. Ma a vízfalatot kivesézzük. A kis agy által irányított programokat a narancssárga oszlop tetején találjuk, és ez a két agyi rész, a kisagy plusz az agytörzs együtt képezi az ős agyat. Itt mindig először építek, tehát szaporítok sejteket, a megoldásban viszont lebontom a felesleges sejteket. A kisagy a vélt vagy valós támadástól, bemocskoltságtól fog sejtszaporítást elindítani a hozzátartozó szövetekben. Ezek az írha és járulékai. Tehát írha, verejtékmirigy, fagyumirigy, emlőmirigy, mert az egy módosult verejtékmirigy, illetve ide tartoznak még a burkok, a hashártya, a mellhártya és a szívburok. A gondozási konfliktus az egy külön gyönyörűség, mert az aggódást fog, az aggódást nevezzük gondozási konfliktusnak, és ezzel fogunk tudni fantasztikus meldaganatot növeszteni, vagy ennek a fordítottjával, az állandó vita és veszekedéssel. Az agyvelő vezette programokat a narancssárga oszlopnak az alsó részében találjuk. Nagyon egyszerű, önleértékelés, egyenlő önpusztítás, tessék ezt megjegyezni. Tehát itt akkor nyilván, hogy mindig először bontok, és utána fogok visszaépíteni sejteket a megoldást követő fázisban. A vízkonfliktusoknál, folyadékkonfliktusoknál is erről szól majd a történet. Ugyancsak bontok, és a megoldásba visszaépítek az agykéreg által irányított programokban. Ide tartoznak az elválasztási konfliktusok, a birtokkonfliktusok, birtokzónán kívüli konfliktusok. A működésváltozás az azt jelenti, hogy először blokkolok, utána pedig feloldom a blokkot, visszaállítom a működést, és visszajön a szaglásérzetem, visszajön a hallásom vagy éppenséggel
az izmaim működése egy szklerózis multiplex megoldása után. Szóval röviden, tömören ennyit. A kezűség kérdésére most nem térek ki, akit érdekel a kisagyi biológiai programokban részletesen ezt megtalálja. 98-ban elismerik Hammer doktor téziseit a Pozsony melletti Nagyszombati Egyetemen, és nyilván, hogy ez az elismerés ez nem jelent meg az orvosi tudományos folyóiratokban, lapokban, mert ha megnézzük a Szabadságot a léleknek című 37 perces riportot Guylain Saint-Pierre Langtóval, tudástár videóképresztő, akkor megértjük, hogy miért nem ezt tanítják az orvosi egyetemeken, amiről én eddig beszéltem. Hogy miért nem a germán gyógytudományt alkalmazzák, mikor már 98-ban el is ismerték. Szóval ezekbe a dolgokban most nem megyek bele, hanem kezdjük a vesének a taglalásával. Itt látjuk a Hammer doktornak a csírazlemezek szerinti vese ábrázolását, bal oldalt. Láthatjuk kívül a veseparenkémát narancs, alatta a vesepiramisokat sárga, majd a vesemedencét, húgyvezetéket piros színnel. A jobb oldali kép pedig tartalmazza a nefront, ami viszont a vesének a működési a alkotó eleme, az a piros érgumajak fent található a kérgi részen, a sárga színnel ábrázolt csatornák pedig a vesepiramisokban. A vesékről tudni kell, hogy a gerincnek a mindkét oldalán foglalnak helyet alul, a hátsó részen, tehát retroperitoneálisan, hasártyán kívüli szervről beszélünk. A vesegyűjtő csatornák, tubulusok feladata, hogy összegyűjtsék a vese parenkimában képződött vizeletet, tehát ami a narancs mezőben készült vizelet, ugye ott vannak az érgomolyagok, az ott készült vizeletet a vesegyűjtő csatornák összegyűjtik, és mit csinálnak? Hát a körülbelül ugye van 7 vese kehely, és ezeknek a csésze alakú kelyheken keresztül a vesemedence felé tereli a vizeletet. Viszont innen vagy ugye megy az uréterbe és a hólyagba a vizelet, meg a húgycsőbe, ahol kiválasztódik. A vizelet nagy része 95%-a vízből áll, a maradék 5% meg elektrolitokból, nátrium, kálium, klorid, kálcium, húgysav, karbamid és kreatinin. A vesék naponta körülbelül 160-180 liter vért szűrnek meg, mert ugye az az 5 liter vér körbeforog, és a szűrletnek 99%-a visszaszívódik, hol pontosan a sárga színnel jelzett vese tubulusokban vagy csatornácskákban, és visszakerül a véráramba, tehát másfél, max. 2 liter lesz az a vizelet mennyiség, ami kívül. Evolúciós szempontból a vesegyűjtő tubulusok, ezek a csatornák a vesék legrégebbi szövetei, akár csak a bélsejtek, amelyek megemésztik az élelmiszerfalatot. A vesecsatornák biológiai funkciója az, hogy felszívja, megtartja a víz falatot. Tehát van egy felszívás, abszorpció és egy megemésztés, egy megtartás, szekréciós minőség. Nos, a vesegyűjtő csatornák ugyanúgy vannak felépítve, mint a bélnek a hengerhámja, és az endodermából a sárga mező, a sárga oszlopból, az endodermából származnak, irányítása pedig az agytörzsből történik meg. A jobb vese vesegyűjtő csatornái eredetileg a karbamid ciklusért, az ammóniának a karbamiddá alakításáért felelősek, az agytörzs jobb oldaláról kapja az irányítást, tehát jobb vese jobb oldalról kap irányítást, bal vese bal oldalról kap irányítást,
és az viszont a víz feldolgozásáért felelős. Ma már mind a két esze, mind a két funkciót ellátja. Nos, a biológiai konfliktus, tehát mi az, amit meg kell oldjon a vesegyűjtő csatorna, hát a magány, elhagyatottság és a létkonfliktus, menekült konfliktus, kórház konfliktus, stb. Mit jelentenek ezek a konfliktusok? Nagyon jó lenne ezeket megérteni. Szóval, amikor az élet még az óceánban létezett, akkor a vízből való kikerülés egy életveszélyes helyzet volt. Ezt a fajta szorongást az ember akkor tapasztalja meg, amikor úgy érzi magát, mint egy partra vetett hal, amikor váratlanul az ismerős környezetünkből kisodródunk, eltávozunk, vagy amikor elveszítjük a úgymond csomagjainkat, azokat a fontos dolgokat, amelyek biztosítják a mi létezésünket. A germán gyógytudományban a vesegyűjtő csatorna konfliktusát elhagyási konfliktusnak, létezési konfliktusnak, vagy menekültségi konfliktusnak nevezzük. Elhagyás. Ide tartozik a társas magány, ami a legsúlyosabb módon tudja ezt a programot elindítani és fenntartani, vagyis a kiszorított, kirekesztett, nem kívánatos, elutasított, meg nem értett, figyelmen kívül hagyott, elhagyott, elszigetelt egyedüllét. Tehát azért mondok ennyi kifejezést, hogy hát, ha valami betalál, és azt mondja valaki, te jó Isten, én tényleg így érzem magam. Elhagyatottnak, elszigeteltnek, egyedülnek, egyedülinek, pedig hát körbevesz az egész család. De senkit nem érdekel, hogy mi van. A gyerekek hogy tudnak ilyet megélni? Sokszor felteszik a kérdést, hogy hát a gyereknek lehet ilyen konfliktusa. Hát hogy ne lehetne ilyen konfliktus, amikor bölcsődébe kerülnek, ugye? Amikor azt érzik, hogy nem szeretik őket, vagy kirekesztik a csoportból, ahol vannak, a játszótéren, óvodában, iskolában, vagy éppen a szülők nem töltenek elegendő időt a gyerekkel, és mert születik egy új testvér, akkor már ő a fontos, te meg félre vagy téve, vagy az is egy ilyen elhagyatottsági érzés, amikor a nagymama vagy a nagypapa meghal, akit nagyon szerettek, és akkor magányosnak érzi magát, elvesztette a biztonságot, azt az érzelmi menedéket, ami számára nagyon fontos volt, és most egyedül érzi magát. Hogy élik ezt meg az idős emberek? Hát, mit csinálunk? Az időseket betesszük ápolási osztályokra, intézményekbe, távol az otthonuktól, a családjuktól, és amíg bevezetik a látogatási tilalmat, akkor az egy tökéletes megoldás arra, hogy az öregek veselégtelenségben meghaljanak. Ugyanígy sérülékenyek az újszülöttek is, mint az idős emberek, és a súlyos elhagyási konfliktust okozhat, ha valamilyen ok miatt egy újszülött az édesanyjától elszakad, mondjuk az édesanyja belehal a szülésbe. A házi kedvencek, kérem szépen, rettenetesen tudnak szenvedni, ha elhagyják őket. Bizonyított tény, hogy a házi kedvencek több mint 50%-a veselégtelenségben pusztul el. Létezési konfliktus. Vajon mi a létezés feltételeinek hiányából származó konfliktus, vagyis az embernek valójában az életéért való félelme. Ez ugyanaz a félelem, amit a hal is megélt, mikor a hullám kivetette a partra. Ezt a félelmet gyakran egy rákdiagnózis, vagy egy negatív prognózis váltja ki, hogy most már áttétei vannak a betegnek, és ezzel elveszte az utolsó reményt is. És azt érzi, hogy az élete forog kockán, tehát ezért lét konfliktus. Vagy tessenek bemenni sürgősségi osztályra, vagy ott kint várakozni a folyosón, vagy mentőautóban tessenek tartózkodni. Nem tudom, hogy ki érzi jól magát, ha éppen beteszik a mentőbe. Vagy kórházi kezeléseken, aki már részt vett, és ugye, ha az ellátás hiányát éli meg, oda nem figyelést, akkor az szintén egy komoly
konfliktust okoz, úgy éli meg a beteg, hogy behoztak ide engem meghalni. Az elhagyatottsági konfliktust idéz elő, ha nem látogatják a beteget, de hát látogatási tilalmat is vezettek be. Ő is meg a telefonját is elvették a betegeknek. Ugye milyen jól tudják a germán gyógytudományt egyesek. A félelem attól, hogy kórházba kell menni. Még nem vagyok ott, csak attól félek, hogy be fogok kerülni, és már aktiválom a konfliktussal a vesegyűjtő csatornát, és gyűjtöm be a szervezetembe a vizet, és teszek tőle egyre rosszabb. A létezési konfliktus megélhetéséhez is kapcsolódik ez a kórház konfliktus, tehát a kettő összefügg egymással. Mit mondjak még? Hogy van egy olyan érzése annak, akit bevisznek kórházba, hogy mindent elvesztette. De ezt megélhetjük a munkahely elvesztése kapcsán is. Az én megélésem az egyetlen valóság, ugye ezt nem felejtettük el, lesz, aki a munkahely elvesztését birtokvesztésnek éli meg, és azonnal mellkasi szorító fájdalma van. Itt nem fogunk ilyet érezni, hanem a munkahely elvesztését, mint anyagi vesztesség, mint a most már veszélybe került a létezésem, mert elvesztettem a munkahelyt, tehát ez a súlya a munkahely elvesztésének, hogy nem fogom tudni a család és a magam életét biztosítani. Na ez az, ami probléma, mert ugye, ami addig biztonság volt gazdaságilag, érzelmileg, az most megbillent. Menekültségi konfliktus. Mit él meg az, aki menekültségi konfliktust él meg? Hát nyilvánvaló, úgy érzi magát, mint a számüzetésben lenne. És ez, hogy élhet meg egy gyerek ilyet? Elég kérem szépen elköltözni abból a részből, ahol neki ott vannak a barátai, ugye, vagy iskolaváltás történik, hatalmas tragédiaként élik meg a gyerekek, amikor elszakadnak a megszokott környezetből. Ha elkerülnek otthonról, és hadd ne tegyem hozzá, kitelepszünk egy idegen országba, és akkor idegen nyelvű iskolába, óvodába teszünk be a gyereket. Szóval ez nagyon komolyan indítja el szintén a vesegyűjtő csatorna programot, de a légiutazók is hajlamosak a menekültségi konfliktust megélésére, vagy azok, akik épp repülőgépen utaznak, ugye félnek attól, hogy mi lesz velem, nincs a kezemben a kormány, és a lábom alatt a gáz meg a fékpedál, tehát létezési konfliktus. Nos, akkor mi történik a konfliktus aktív fázisban? Hát mi? A konfliktus intenzitásával, erejével arányosan elkezdjük szaporítani a vesegyűjtő csatornában a sejteket, és ezáltal szűkítjük az átmérőjét, hogy végül is a célja, a biológiai értelem az, hogy lezárjuk a kiválasztó szűrőt, hogy a víz bent maradjon, és így nagyobb esélyünk lesz a túlélésre. Na most akkor ez a vele született víz visszatartó program, tehát egy létfontosságú program, mert víz nélkül minden anyagcsere folyamat leáll. Így van. A konfliktus aktív fázisnak a tünetei tehát ott van, hogy víz visszatartás, emelkedett húgysav szint, emelkedett karbamid kreatin szint, csökkent vizelet kibocsátás. Ne felejtjük el, hogy a karbamid és kreatinin visszatartása a víz tárolásán túl egy vele született válasz arra az esetre, ha a víz és fehérje hosszabb ideig nem áll rendelkezésre. Dr. Hammer szerint napi 150-200 ml vizeletürítés mellett, amit oliguriának neveznek, vagy majdnem anuriának, a szervezet még elegendő mennyiségben üríti a húgy anyagokat. Nem kellene nagyon megijedni. Na, azt tudni kell, hogy azért a hagyományos családi struktúráknak a felbontása, a növekvő válási arányok, a csecsemőknek a napköziben való hagyása, az időseknek az idősek otthonába való kiköltöztetése, ez már ugye egy megszokott dolog, és akkor ehhez jön a riasztó gazdasági fejlemény, a növekvő
munkanélküliség, a rossz kilátások a fiatalok számára, a növekvő adósság, és ez mind-mind hozzá fog járulni a vesegítő csatorna program és a víz visszatartásához. Ugye, hogy ki van ezt találva, kérem szépen. Ugye? Tehát ez egy huncut dolog, amit ahogyan a világot irányítják, ahogy a feltételeket megszabják, mert ezzel egy nagyon, de nagyon súlyos, a legsúlyosabb programot indítják el a szervezetünkbe, mindjárt megértjük, hogy miért. Akkor is, az is érthető lesz, hogy miért annyi túlsúlyos ember van, mert nem a zsír van a bőrük mögött, hanem a víz visszatartása okozza ezt a túlsúlyt az emberek, a túlsúlyos embereknek a túlnyomó részében. Na most mi van, ha nem oldom meg a konfliktust? Hát akkor szaporítom a sejteket, és lezárom a vesegyűjtő csatornát, és a vesét kivonom a működésből. Létrejön egy néma vese, nyilván akkor, ha csak az egyik sejt érintett. Ha mindkét vese érintett, akkor azonnal kialakul a vese elégtelenség. És hogyha a szövettani vizsgálatot csinálnak, hát akkor világos sejtes veselejtről fogunk beszélni. Mi történik a megoldást követően? Hát logikus, hogy gyulladásos vesebetegségek fognak jelentkezni, és annak függvényében, hogy egyszer lefutott programról van szó, vagy függő gyógyulásban megy az egész, hát különböző diagnózisok születnek, a nefrózis szindróma egy tipikus esete a függő gyógyulásnak. A vese TBC az a policiklikus lefolyás során jön létre, a gombás fertőzés úgymond az egyszeri lefutásban, amikor a megfelelő gombák vagy gombabaktériumok lebontják a felesleges sejteket. Mi lesz mellette? Éjszakai izzadás. Kérem szépen jegyezzük meg, hogy az éjszakai izzadás nagyon tipikus tünete, nem csak a vesegyűjtő csatorna gyógyulási fázisának, hanem általában minden a sárga mezőből származó, tehát endodermális program esetén is. Hát nyilván zavaros lesz a vizelet, lehet, hogy véres, lázam lesz, fájdalmam lesz, hát ez mind velejáró dolog, de könyörgök, épp gyógyulok. Ha mindkét vese érintett, akkor kialakul a vese elégtelenség. Már a konfliktus aktív fázisban, és ugye azt tudni kell, hogy az urémia nem fog vese elégtelenséget okozni. Hiába a vesepótló kezelések, az intenzív osztályon pontosan a kórház konfliktusnak következményeként az emberek 50%-a még mindig vese elégtelenségben vár frekvenciát. Ám mert doktor leírja, hogy a 12 mg per deciliter feletti kreatinin szint esetén már mindenképp dialízisre van szükség. A vese elégtelenség esetén tehát visszatartunk anyagokat. A visszatartott anyagokat újra hasznosítjuk a fehérjeként, hogy fehérjéket állítsunk elő, tehát nem csak folyadékot, hanem táplálékot is raktároz a szervezetünk. Itt látjuk a nitrogén cikluson keresztül, amint a karbamidból újra fehérje részeket kapcsolunk össze. Tehát a karbamid és kreatinin visszatartása a víztárolásán túl egy veleszületett válasz arra az esetre, ha a víz és a fehérje hosszabb ideig nem áll rendelkezésre. Ez, kérem szépen, a túlélő programnak a része. Na most a függő gyógyulással mi történik? Építettem itten, ugye? És itt bontok, megint bontok, megint bontok, megint bontok. Tehát a vese piramis része, amit sárga színben látunk, az mint egy összezsugorodik. Vagyis már nem marad elegendő tubulus, ahol a víz vissza tudna szívódni. És ezért, ha már kialakult egy ilyen vese, és erre még jön rá egy gyönyörű szép magányossági konfliktus, hát akkor kialakul
A diabetes insipidus, hoppá. Tehát nem hormonális alapon alakul ki, hanem a vese piramisok tönkretétele vezette el ide. Ugye van a diabetes mellitus, az azt jelenti, hogy édes, a diabetes insipidus pedig azt jelenti, hogy ízetlen vizelet kiválasztás. Hoztam egy képet Hammer doktor anyagából, nagyon-nagyon érdekes. A sárga két nyilal itt felül, most erre csak így messziről ráhúzok, hogy lássuk a két sárga nyilat, azt mutatja, hogy a baloldali vesegyűjtő csatorna éppen megoldásban van, vagyis az exudatív fázisban, azért sötétebb, mint a környezete. A jobboldali vesegyűjtő csatornának a reléje viszont már a hegesedési fázisban van, innen a vizet már kinyomtuk. Tehát ez az ember egymás után két menekültségi vagy magányossági konfliktust élt meg, és akkor itt van a gyönyörűség, most erre innen felülről nyilazok rá, ez viszont az írisznek a reléje, ami szintén megoldásban van. Tehát akkor mi történt? A magányosnak éreztem magam, most összehúzom a két relét, így egészen. Ez a két relé szinkronban gyógyult, tehát akkor köze van a látással kapcsolatos konfliktusnak a magányossághoz. Hát ez ennyire gyönyörű, de hát tudnunk kell végül is az illetőnek a történetét, mert valójában, amíg mi a történetét nem tudjuk, addig megoldási javaslatot se tudunk adni. Csak hoztam ezt a képet, hogy lássuk, hogy milyen gyönyörűen működik a biológiai test. Hallottunk olyanról, hogy vesekövek, így van? Na most hát a policiklikus lefolyásban az ásványi sók köveket alkotnak, policiklikus, tehát a gyógyulási fázis újra meg újra elindul, és ezek a kövek, ezek fehér vagy sötét kalcium kövek, ezt látjuk itt a lap tetején képben, és akkor jön az epileptoid krízis, hát akkor kérem szépen, gyönyörű vesegörccsel fogjuk ezt üríteni. Előző előadásokban hallottunk az agytörzsi konstellációról elő esetismertetés is van, csak éppen ismétlésként említem meg, hogyha mind a két vesegyűjtő csatorna érintett, itt ugye látjuk a képen, az előző képen pedig láthattuk eredetiben, hogy néz ki, tehát akkor kialakul a konsternált állapot, vagyis az a zavar tudatállapot, amikor térben és időben tájékozatlan valaki. Az előbb láttuk, hogy hogy néz ez ki, a CT képen, tessék megnézni, a világos és a sötétet, és hát itt most láthatjuk a másik képen, hogyha ez a két konfliktus egyszerre hát akcióban van, hogy így mondjam, tehát érintett mind a kétoldali vesegyűjtő csatorna elé, hogy szépen fogalmazzak, akkor az illető teljesen tájékozatlan, nem ismeri fel a környezetét, az ismerőseit, és úgy fog kinézni, mintha Alzheimer kora lenne, de ez nem az Alzheimer kor. Csak tegyük oda. Na, jön a legsúlyosabb dolog, amit el tudunk követni önmagunk ellen, ez pedig a vesegyűjtő csatorna szindróma. Hammer doktor felhívja a figyelmet, hogy ennek ismerete fontosabb, mint mondjuk a szívizom infarktusnak kialakulása és megoldása. Miért? Mert van itt a B ponttal kezdem, van egy akármilyen biológiai programom, megoldási fázisban, azért van piros nyíl, hogy lássuk, hogy ez erre vonatkozik. Éppen megoldottam egy bosszankodást, és az epileptoid krízisben összeszűkült a záróizom, és besárgultam. Bevisznek a kórházba, és ott mit élek meg? Hát, hogy behoztak ide engem meghalni, vagyis egy aktív elhagyási létezési konfliktust. Szaporítom a sejteket a vesegyűjtő csatornában,
és bocsánatot kérek, de ide este egy keresztet rajzolok, mert itt a vége, fuss el vére. Ezt kérem szépen, ezért nagyon fontos tudni. Mert különben nem fogjuk az eredeti programot se tudni megoldani. Mi lesz a szindróma szerv szintű következménye? Fokozott fájdalom a megnövekedett duzzanat miatt, ugye? Tehát fokozom az ödémát azokban a helyeken, ahol már elindítottam a gyógyulást. Ott az exudatív fázis, már amúgy is ödéma van, és még teszek rá. Hú! Tehát elősebb fájdalomcsillapításra lesz szükségem, és akkor mit csinálnak? Akkor jön a morfium. Na de kérem szépen, a morfium az éppen nem fog meggyógyítani, ezt mindjárt kifejtem. De nézzük tovább szervi szinten, hogy mi történik. Ártalmatlan duzzanatok, hát bonyolult esetekké tudnak válni. Vastagbél, epeutakban, amit említettem, vagy éppenséggel olyan helyen, ahol létrejön egy elzáródás a fokozott ödéma következtében. De gyógyuló daganat esetén, akárhol a szervezetemben, gyorsan növekvő, agresszív, rákos megbetegedésről fognak beszélni. Én éppen gyógyulok, és elveszik a remény tőlem, mert mi mostanhoz úgy beindult a rák, hogy mindjárt felzabál. A gombák vagy TBC baktériumok hiánya miatt, ha elbetokosodik, elmeszesedik, úgymond valami, akkor az növekedésnek fog indulni. Tehát van a mellünkben, drága hölgyem, egy lezárt történet, egy emlékmű, egy aggódásról. Csinálok valami programot, amiben magam maradtam, begyűjtöm a vizet, és erre kitapintható lesz, és ijesztő lesz a már letokosodott melldaganatnak a növekedése. Aztán hosszantartó gyógyulási folyamat, ugye függő gyógyulás, eredményeképpen kialakulnak hát mindenféle ciszták a szervezetünkben. De a ciszták, mint májciszta, pajzsmiri ciszta, petefészek ciszta, ugye ezekről mind hallottunk, hereciszta, ezek megnagyobbodnak, nagyobbak lesznek, mint voltak, ha begyűjtöm a vizet a szervezetemben. Aztán ott van a mellhártya, hasártya, szívburok, ami hát egy nagyon súlyos egészségügyi állapotot hoz létre, és hát frekvenciaváltást fog előidézni. Amikor a visszatartott víz a tüdőben, a tüdőszövetben gyűl össze, hát akkor abból kérem, tüdőödéma lesz, és ez gyakran végzetes. Milyen tünetek súlyosbodnak? Hát minden, a bőrbetegségeknek a tünetei, ugye, drámaibb lesz. Az allergiás reakciók, azok erősebbek, a gyulladások súlyosabbak, az ízületi gyulladás fájdalmasabb lesz. Aztán, ha tudjuk jól, ha van magányosság meg ízületi gyulladás, azt úgy hívjuk, hogy köszvény. Ha csak van egy sima hőrkurutom, épp csak kehécselek, beélem a magányosságot, lesz belőle tüdőgyulladás. A szindrómával járó hepatitis, tehát van egy májprogramom, megélem a magányosságot, és mi lesz? Hepatomegália, megnőtt a májam, vajon, hogy a fenében nőtt az úgy meg, négy únyival már a jobb oldaival alatt. Hát ez a máj megnagyobbodásnak a titka, a magányosság és a víz begyűjtése. De mi lesz agyi szinten? Az se semmi, ami az agyunkban történik, ha begyűjtöm a vizet. Ugye lélek, agyszerv, tengelyen gondolkodunk. Nézzük meg agyi szinten a dolgokat. Exudatív fázisban vagyunk. További folyadékot veszek fel, és akkor a duzzanatot átnevezhetik agydaganatnak. Vagy extrém lesz az agyi nyomás, ugye a koponyánk az nem tágul, mint a hasunk, és ez nagyon komoly probléma, mert kómához vagy halálhoz vezethet. Aztán nagy ödéma esetén belép az epilepsziás krízis, vagy egy szívroham esetén ezt már nem fogjuk túlélni. Az intravénás infúziók azok növelik az ödémát, és hogyha
Ugye vannak agykamrák, négy agykamra van a nagy agy területén. Hogyha az ödéma az agykamrákat elkezdi tágítani belülről, akkor egy belső hidrokefáluszt fogunk létrehozni, vagy vízfejűség magyarul. Ha az agytörzsben jön létre, és nyomja az agytörzset, akkor a légzőközpont kerül nyomás alá, és itt a vége fussevére. Hihetetlen, ugye? Na mostan mit csinálnak a kórházakban? Hát az egyik dolog a kortizon, a másik a sejtosztódásgátló, vagy kemoterápia, a harmadik a morfium. Nézzük, hogy ezek mit tudnak csinálni a szervezetünkben. Kortizon. Ez tudjuk, hogy a szimpatikus hatásra már konfliktus aktív fázisban magasabb lesz a szintje. De ezt még én kívülről beadom, akkor mit csinálok? Éppen gyógyulásban, vagotóniában vagyok, rálököm a kortizont, és leállítom ugyan a gyulladást és a duzzanatot. A beteg átmenetileg jól is érzi magát, és ahogy abba hagyta a kortizont, újra fellépnek a tünetek, és ezért van az, hogy mondjuk izületi beteg, elnyomják az izületbe a szteroidot, még kap hozzá szájon keresztül, és ez az igazi orvos. Adott az izületbe egy injekciót, és megszűnt minden fájdalom. Tökéletes. Szóval el kéne gondolkodni ezen. De ha a gyógyulási fázisba adom a kortizont, akkor nyilván megszakítja a gyógyulási folyamatot. Csak kivételes esetben adunk kortizont germános gondolkodással, a hatalmas agyödéma esetén az agyi nyomás csökkentése érdekében, még az epilepsziás krízis kialakulása előtt. Hammer doktor szerint azonban a szindróma esetén a kortikoszteroidok ellenjavaltak, mivel növelik a víz visszatartást, ugye? Mert ugye a vesegyűjtő csatorna programon konfliktus aktív fázisban van. Teszek rá egy kis kortizont, még jobban megtámogatom a víz visszatartást, és a még nagyobb duzzanatot fog eredményezni, ami életveszélyes szövődményekhez vezet. Lássuk a sejtosztódásgátlót, vagy citosztatikumot, vagy kemoterápiát, vagy érdekes elnevezésű dolgokat. Ezek erősen mérgező szerek, ezért nem is nevezném gyógyszernek. Ezek gátolják a sejtnövekedést. Igen, kérem, de tudjuk, hogy a ráksejteket elpusztítani nem az egész szervezetet elpusztító méreggel kéne, hanem meg kéne engedni a biológiai testemnek, hogy a felesleges sejteket majd ő lebontsa. Hozzá lehet segíteni műtétileg. Egy nagy daganatnak a 90%-át kiveszem, ott hagyom a 10%-át, és aztán azt a biológiám képes lebontani. Ezzel nagy segítséget adnánk a betegeknek, de hát a mai orvosi gondolkodás nem erről szól. Tehát biológiai célja van a sejtszaporodásnak konfliktus aktív fázisban, és a megoldást követő fázisban is, mert akkor éppen sejtet építek vissza. Mondjuk leukémiában sejtet építek vissza, és adok kemoterápiát, hogy nehogy visszaépítsem már a lebontott csontsejteket, és akkor egy életen át lehet a krónikus leukémiát gyógyítgatni. Nem, de bár. De bár, de bár. Ne felejtsük el, hogy a metotrexát is ide tartozik, és tablettás kemoterápiák is vannak. És akkor én itt most elhallgatok, mert csak annyit kérek mindenkitől, hogy legyen szíves, nézze már meg, hogy milyen tablettákat kapok. Nem akarok utalni senkinek a levelére, mert hozott egy döntést, hogy na most akkor ő ezt megeszi. Hát, megeszi. Semmi probléma, majd meglátja a hatását, és a szomorú az, amikor valaki egy germán gyógytudomány tanfolyam után, 3 nap után repülve megy ki a teremből teljesen meggyógyulva, és utána folytatja úgy, mint az előtt. Hát akkor természetes, hogy visszakerül a betegségi parhálójába. Szóval a
Azon kívül, hogy mérgezők, erősen serkentő hatással is bírnak, és ezért, ha van egy vesegítő csatorna programom, akkor, amit maga a rák diagnózisa vált ki, akkor természetesen egy drasztikusan befolyásolja a víznek a visszatartását. Ironikus módon ezt gyorsan növekvő agresszív rákként fogják értelmezni. Elképesztő. Elképesztő. A méreganyag megfelelő eltávolítása sem fog megvalósulni, ha lezárt a vesém. Így van. A gyógyuló agyszövet elveszti a rugalmasságát. Végül az agyszövet felszakad, és ez halált okoz. Tehát nagyon oda kellene ezekre a dolgokra figyelni. Akkor nézzük, hogy mit csinál a morfium. Kábító hatású gyógyszerként forgalmazzák, de hát már nem csak morfiumot, hanem szintetikus morfiumokat is kapunk tapaszok formájában. Mit csinál ez? Aktiválja az antidiuretikus hormont, az ADH-t, antidiuretikus, tehát vizelet kiválasztás ellen dolgozik maga a morfium, és ezzel fokozza a víz visszatartást. Ezáltal fokozza a duzzanatot, agyszintjén is. És akkor hova jutunk? Ugyanoda, mint a kemoterápiával. Azon túl a morfium bénítja a beleket. Ennek következtében, amit megeszik az ember, az nem megy tovább, nem tudja feldolgozni. A tüdőszövetet elvékonyítja, az hajlamos lesz a repedésre, levérzésre. És hát, amikor elmúlik a hatása, tehát amikor a gyógyszer hatása elmúlik, a mély vagotóniába esik az illető, és potenciálisan kómába fog esni. Szóval, a mai gyógyászatban azért használják, hogy a betegek könnyebben frekvenciát váltsanak, és hogy felszabaduljon az ágy. Az esetek többségében a szindrómát a diagnosztizált sok, a betegséggel járó félelem és a kórházi kezelés okozza. Ezért kell abszolút prioritást élvezzen a vesegyűjtő csatornán programnak a megoldása. A létezési konfliktus megoldása, valakinek pénzhiánya van, dobja össze a rokonság azt a pénzt, és adja oda neki, tegye a feje alá a borítékba, és megnyugszik, hogy megvan a pénz, amire neki szüksége van a túlélés érdekében. Szóval ez életmentő lehet. Életmentő az is, ha a család és a barátok támogatják, gondoskodnak. Félelemtől mentes környezetben van a beteg, és nem olyan környezetben, ahol a család az akadémikus orvoslást erőlteti, és a beteg meg tudja jól, ha bemegy a kórházba, ott meghal. Nos, ha a konfliktus per pillanat nem oldható meg, Ámer doktor javasolja 0,9%-os sófürdőt, és akkor ugyanazt fogjuk megélni a vízben, mint amikor a hal visszakerül a vízbe, mert eredetileg a biológiai szinten az őstenger az 0,9%-os sótartalommal bírt, és amikor szervezet ezt észreveszi, akkor megindul a vizelet kiválasztása, és belepisil az ember abba a 99 liter vízbe, semmi probléma, hadd jöjjön belőle a vizelet. Mert a megoldás követő fázisban ugye tudjuk jól, hogy jön a vizelet. Ezt is kórosnak nevezi a medicina. Nos, vízhajtó, diuretikum. Csak sürgősségi intézkedésnek szabad tekinteni. Miért? Mert fokozza a szimpatikotóniát, vagyis ugyanúgy hat, mint a konfliktus aktív fázis, vagyis növeli a víz visszatartást. Ezt fogják mellékhatásnak nevezni. És hát gyakorló orvosként tapasztaltam, hogy kezdetben egy vagy két ampulla furoszemid intravénásan gyönyörűen hatott, és utána már öt ampulla se hatott úgy, mint kezdetben a kettő. Aha, és nem értettem, hogy miért. Most már tudom. Most már tudom. Szóval a konfliktus aktív hatás miatt még jobban szűkíti a vesegyűjtő csatornát.
Amúgy a diuretikumok csak az elektrolitokat fogják eltávolítani, és ezzel együtt magukkal viszik a vizet, de a húganyagokat nem. Tehát a karbamid és kreatinin szintje nem fog változni a betegnek azért, mert furoszemidet kapott. Ha viszont a vizelethajtó mellé figyeljünk, nátrium-hidrogén-karbonátot adunk, vagyis szódabikarbonát, akkor ezek együtt a vesék megfelelő mennyiségű kiválasztását fogják biztosítani. A húganyagok is kimennek, ha a furoszemid mellé nem a káliumsót adjuk, hanem a szódabikarbonát. Na szóval miért történik ez meg? Mert a nátrium-hidrogén-karbonát növeli a szűrési sebességet ott fent a kis gomolyagokban. Na, ezt kérem szépen, jó lenne alkalmazni. Tehát, összefoglalva. A szindróma esetén a folyadékbevitelt minimálisra kell csökkenteni, hogy ne növelje a víz visszatartást. Viszont nem szomjazhat a beteg, mert ha szomjazik, akkor azzal is fokozom a víz visszatartását. Erre oda kellene nagyon, de nagyon figyelni. Remélem, hogy egészen érthetően sikerült mindezt elmondanom, mert nagyon fontos dolgokra beszéltem. Visszahoztam megint a képet emlékeztetőleg, mert ugye eddig beszéltünk a sárga csövekről, ugye a víz visszatartást eredményező sejtszaporulatról, és látjuk, hogy ezek a csövek, most összehúzom, ezek itt vannak a sárga mezőben, vagyis a vesepiramisokban. Jó? Na most a veseparenkimában, itt ahol a narancssárga mezőbe tettem egy pöttyöt, ott viszont vannak a glomerulusok. Vagyis azok az érgomolyagok, amelyek előállítják az elsődleges vizeletet. Tehát a veseparenkíma az több millió nefronnak tartalmazza az érgomolyagját. A fő feladata a vérnek a szűrése, a vizelet termelése, és a Baumann-tok veszi körül, ezt így tanították nekünk, ezt az egész kapilláris hálózatot, és belgyógyászatból a Baumann-tokra fogtuk rá, hogy annak a sérülése okozza nefrózis szindrómát. De hát az ki fog derülni, hogy ez nem éppen így van. A kisereken és a Baumann kapszulákban lévő vérnyomás, az a nyomás, ami ott van abban a kis tokban, ez szabályozza a vizeletképződést. Ahogy a vér áthalad a glomerulusokon, a szűrőkön, a piros színű érgomolyagon, a víz és az anyagcsere hulladékok kiszülődnek a kapillárisok falán, bemegy a tubulusba, a csőbe, és onnan visszaszívódik a 99% az elsődleges vizeletnek, és mint mondtam, másfél-két liter marad eltávolításnak. Na most azt a sebességet, amelyel a vesék kiszűrik a vért, glomeruláris filtrációs rátának a sebességnek nevezük, ez az úgynevezett GFR. Csak hogy tudjuk, hogy ez mit jelent. A vese parenkíma tehát, ez az új mezodermából származik, az agyvelő irányítja, a vezérlőközpontja, amit már mutattam, a fehér állományban van, de leges-leges legalul, ott, ahol találkozik az agytörzsnek a legfelső részével, a középaggyal. Tehát agyvelő, középagy magasságában, és itt nincs kereszteződés. A következő fóliákon a vese parenkíma problémáival foglalkozunk, és ugye a vízzel, folyadékkal való konfliktus lesz az, ami a vese parenkímákra hat. Mi az, hogy vízzel, folyadékkal való konfliktus? Mi ez? Ez azt jelenti, hogy
amikor már ugye szárazföldre kerülünk, akkor a túl sok víz az már veszélyes, sőt, életveszélyes. És minden olyan történet, amikor majdnem belefúltam valaholva, akkor már az egy vízkonfliktust jelent. De a vízvezeték szétrobbanása, szivárgás, elárasztotta a házat a szomszéd, vagy éppen szennyvízzel feltelt a pince, de lehet, hogy a szomszéd. Ugye nálam a WC-ből kifolyt az összes cucc a házamba. Hát ez azért komoly probléma, megegyezhetünk ebben, így van. Aztán jön a kijavítatlan csöpögő csap, a csöpögő radiátor, vagy a hűtőszekrénynek a csöpögése mindig vizes alatt a csempe, az hatalmas esőzések, zivatarok, égeső hóvihar, stb. Ezeket mind-mind félelemmel, ha félelemmel tölt el, akkor vízkonfliktusként fogjuk megélni. Még az is ide tartozik, hogy meteorológiai előrejelzés már mondja, hogy mit tudom én, milyen idő lesz, és akkor egyből félek attól, hogy ez mind a konfliktus aktív fázis tüneteit fogja létrehozni, vagyis megemeljük a vérnyomást, mert csökkentjük ezeknek az érgomolyagoknak a számát konfliktus aktív fázisban. Tehát a folyadékkal kapcsolatos konfliktusba tartoznak azok a szorongások is, amelyek káros vegyi anyagra vonatkoznak. Na mostan az infúzió, amit bekötnek, és az engem szorongással tölt el, hogy ide mit fognak beengedni nekem, az már egy folyadék konfliktus. Tehát az összes injekció, amit beszúrnak, az oltások, a gyógyszerek, sőt, az olajkatasztrófák, tehát amikor, mit tudom én, olaj kerül a felszínre, vagy éppenséggel a tengerbe, és szemtanúja voltam az egésznek, de az is egy folyadék konfliktus, ha kifogy a üzemanyag a tankból, vagy emelkednek az üzemanyag árak. Csak hogy lássuk, hogy a vesénknek a felső részével, a glomerulusaival is foglalkozik a világ, hogy az se legyen teljesen tökéletes. Na most, ha alkohol elvonást él, elvonó kúrában van valaki, hát akkor nyilván, hogy a folyadéktól való eltiltása az problémát okoz neki, de félhetek a folyékony élelmiszerekben, tisztítószerekben, vegyszerekben levő anyagokkal, és akkor, mert attól tartok, hogy ez vagy az rákkeltő, és ilyesmi, szóval ezek a félelmek, amik folyadékhoz kötöttek, így Cuzán, mert az egészet, ezek mind folyadék konfliktust indítanak el. Hihetetlen, de még a testnedveinkkel kapcsolatosan is képesek vagyunk folyadék konfliktust megélni, ilyen például az inkontinencia, ha ez engem egyáltalán zavar. Ugye? A szexuális zaklatás, nem kívánt szexuális gyakorlatok. Ugye? Lehet egy hölgynek a sperma maga egy folyadék konfliktus. Ilyenről is tudok. Aztán tessék nagyon figyelni, mert a magzatvíz, a várandóság alatt feltörő víz, és a méhen belül kialakult víz, végül policisztás veséhez fog vezetni. Tehát nem genetikai problémáról beszélünk. Most, ha valaki nem ismeri a germán gyógytudományt, hát ugye a víz visszatartás is vízkonfliktust válthat ki nála. Ezekről lehetne talán egy külön webkonferenciát is tartani. Ez csak ennyire összetett dolog. De amint látjuk, ha lecsökkentem ezeknek a szűrőknek a számát, akkor nyilvánvaló, hogy a programot, vagyis
a feladatát a vese csak úgy fogja tudni ellátni, ha növeli a vérnyomást, és ez konfliktus aktív fázisban már emelkedik. Na most ez soha nem fog, ez a vérnyomás emelkedés nem fog se agyvérzést okozni, se infarktust nem fog okozni. Tessenek emiatt nyugodtan aludni. A laborlelet ki fogja mutatni a GFR-nek a csökkenését, tehát nyilvánvaló csökken a meglévő szűrőknek a száma, és hát így a húgysavkarbamid kreatinin szint emelkedik. Ha nem oldom meg a konfliktust, akkor glomeruláris vese elégtelenséghez fogok jutni, nyilván, ha mindkét vese érintett. Ha csak az egyik vese érintett, és közben megoldások is történnek, hát akkor policiklikus lefolyásról beszélünk, és ennek mi lesz a tünete? Ugye instabil vérnyomás. Beállíthatatlan vérnyomás. Pedig csak egy folyadék konfliktust kellene végre lezárni. És érdekességként megemlítem, hogy a koponya CT-n ilyenkor éles gyűrűket fogunk látni, és közte pedig ödémát. Egy nagyon érdekes CT-kép jelenik meg ilyenkor. A megoldást követő fázisban mi történik? Hát a vese gyulladása, fájdalma, ugye ezt már glomerulonefritisnek nevezik, eljutunk egész a véres vizeletig, nyilván, hogy kóros vizeletleletet fogunk kapni, de a vese gyulladása és fájdalma mellett a nekrózis helyén, tehát onnan, ahol kivettük ezeket az érgumolyagokat, folyadékkal töltött ciszta fog létrejönni, és újabb glomerulusok fognak kialakulni a vesetok alatt. Ha függőgyógyulásban vagyok, akkor ezt úgy fogják hívni, hogy fokális, szegmentális glomerulonefritis. Tudom, ez csak a szakembereket érdekli, de legalább tudjuk, hogy emögött mi van, ezért szólok. A policisztás vese pedig hát több vízkonfliktus eredménye, nyilvánvaló, hogy ez a policiklikus lefolyás következménye lesz, és jegyezzük meg, hogy nem genetikai. A megoldást követő fázisban a vérnyomás és a húgysav értékek azonnal normalizálódnak, normalizálódik a vérnyomás is. A epileptoid krízisben nyilvánvalóan megint kiugrik a vérnyomás, de hogyha az ödémát invazív veseráknak fogják értékelni, hát akkor itt nagyon komolyan fognak beavatkozni. A hegesedés alatt az a bizonyos ciszta elveszíti a folyadékot, a tok alatt tehát új glomerulusok képződnek, és gyakorlatilag mint egy harmadik vesek alakul ki. Igaz, hogy ez nem olyan szép, mint az anatómia könyvben levő rajz, de kiszedik. Egyszerűen kioperálják, mert ez már rossz indulatú. Na most az is van, hogy szövettani mintát tesznek, és kiszúrják ezt a cisztát, és akkor kiszabadul belőle az a sejtállomány, aminek az a feladata, hogy glomerulusokat hozzon létre, hozzátapad a hasüregi szervekhez, hasártyához, stb. És amit létrehoz, ugye, már elveszíti a kapcsolatot a vesével nyilván, na most amit létrehoz, azt majd elnevezik liposzarkómának, vagy nyírott csomó zsebecskéknek, mert fogalmuk sincs, hogy mi történik. Kérem szépen jegyezzük meg, hogy nincs pánik. Azt mondják, hogy Wilms tumor vagy nefroblasztóma, akkor tessenek megnyugodni. Az a vese tökéletesen működik. A megtörténik a vese gyógyulási folyamatának a befejezése, akkor egybe tokkal vonóval ezt le lehet operálni, de addig nem szabad piszkálni. A lényeg, hogy a biológiai értelem, ugye tudjuk, hogy a program végén valósul meg, mégpedig az, hogy erősebb legyen az a szövet, mint amilyen volt. Nos, akkor ha ezt megértettük, akkor és megnyugodtunk legfőképpen,
akkor menjünk tovább és nézzük meg a vizelet kivezető rendszert. Itt ugye beszélünk felső húgyutakról és alsó húgyutakról. A vesemedence és az uréterek képviselik a felső húgyutakat. Itt látjuk a vesemedencét, tehát innen, és az uréter, tehát onnantól egészen idáig, ez a felső húgyut, a hólyag, és a húgycső pedig, ami alatt van, ugye ezek pedig az alsó húgyutat képviselik. A húgyhólyagról láthatjuk Hammer doktor ábráját, benne a hólyag alappal, és körbe pedig a piros színnel jelzett ektodermális nyálkahártyával. Itt látjuk két oldalt felül az uréternek az alsó részét, ahol a vizelet bejut a hólyagba, és onnan a két cső, ahol bejut, meg az egy cső, ahol kijut. A három csőnek a szájadékánál beszélünk a sárga színnel jelölve a hólyag alapról. Na most akkor a vesemedence, uréterek belső fala síma és haráncsikolt izmokból áll. A bélizmokhoz hasonlóan perisztaltikus mozgással mozgatják a táplálékot. Itt is az a szerepe a síma izomzatnak, hogy elősegítse a vizeletnek az áramlását. Amit látjuk piros színnel bélelve a hólyag nagy részét, ugyanez a piros szín folytatódik az uréterben és a vesemedencébe, tehát ektodermából származó nyálkahártyáról beszélünk, ami viszont a agykéreg irányítása alatt van. Itt látjuk az agykéreg irányítást, ugye a birtokzóna alsó két reléjéről beszélünk, a női jelölési területkijelölési konfliktus hasonló az identitás konfliktushoz, ahol ugye tudjuk, hogy a végbél érintett, a konfliktus tartalma pedig a fészekhez kapcsolódik. Hát akik tanfolyamon voltak, tudják, hogy a fészek királynője az a nő, és számára ez az a terület, aminek ki kell jelölnie a szélét, hogy eddig s ne tovább. Ugye a jobbkezes nőnek, tehát mindenképpen a női birtokzónában találjuk alól a női területjelölési konfliktust, ahova a jobbkezes nőnek pont be is csapódik a konfliktusa. A balkezes nőnek túloldalra csapódik, a férfias birtokzónába is. A férfias birtokzónában levő területjelölés annyit jelent, hogy a férfinak a területe az a fészken kívüli terület, tehát azt jelenti, hogy a férfi birtok terület határához kötődik, beleszólnak az életébe, de nyilvánvaló, hogy a biológiai válasz az ugyanaz lesz férfiaknál, nőknél egyaránt. A DHS az ugye a terület kijelölése, és konfliktus aktív fázisban jön a sürgető vizelési inger, nyálkahártya sorvadással. Mi az sürgető ingert érezzük, és azt hiszük, hogy felfáztam. De hogy felfáztam, csak beleszóltak az életembe, és gyakrabban megyek pisikálni. Megoldást követő fázisban jönnek a gyulladásos tünetek. Ugye a gyulladásos tünetek ereje attól függ, hogy mennyit ültem a konfliktus aktív fázisban, az mennyire erősen befolyásolta az én belső békémet, hogy így fogalmazzak, és akkor különböző tünet, cisztitis, ugye csak hólya, egyszerű hólyakorút vagy pielitis lesz. Hát ugye a gyakori vizeletürítésre, amikor nem ég, nem fáj, nem csíp, gyakran írnak fel antibiotikumot, tessenek szíves lenni, ezt nem beszedni, mert rendbe jövünk a megoldást követő fázisban antibiotikum nélkül is. Erre is van visszajelzésem, és a negyedik könyvben erről is szó van. Szóval epileptoid krízis, na itt szenvedünk, mert jön a görcs, ugye ezt vesegörcsnek nevezünk, de hólyaggörcs is fellép, és ugye
hogy nem felejtettük el, hogy külső csira lemezből származó laphámnyálka hártyáról van szó, tehát mi lesz belőle? Jön az absence. A pillanatnyi emlékezet kiesés, esetleg szédülés, eszméletvesztés. Miért? Mert a fokozott agyi tevékenység miatt hipoglikémia is fellép. Bakteriális fertőzésnek nevezzük a medicinában azt a helyzetet, amikor hosszú volt a konfliktus aktív fázis, és akkor mi történik? Mélyre hatott a dolog? Nem csak a nyálkahártyát érintette, hanem az alatta levő szöveteket, azok viszont már bakteriálisan gyógyulnak. Értjük? Tehát ezért jelenik meg a baktérium. Visszatérő fertőzések, policiklikus lefolyás, mit fog okozni? Azt, hogy elzáródnak a vesekelyhecskék, és zöld vagy sárgás húgysav kövek fognak létrejönni. Tehát már beszéltem a világos és a sötét színűről a vesegyűjtő csatornánál, itt meg zöld vagy sárgás húgysav kövek, ott meg kalcium kövek keletkeztek. Szóval ezek az epileptikus krízis során távoznak. A húgyhólyag. Na most akkor tehát van a húgyhólyagnak a hólyag alapja, mint látok, sárga színnel, és a piros színnel beborított rész. Valójában a piros színnel borított rész az egész hólyagot beborítja, és a hólyag alapon, a piros ektodermális nyálkahártya alatt, ott van az endodermális nyálkahártya. És ez fog reagálni valami nagyon ocsmány, csúnya, piszkos, idézőjelben falat konfliktusra, tehát piszkos üzlet, ocsmány trükkök, piszkos szex, hasonló a szigma bélhez, végbélhez, hasonlóan, ahol ugye szaros ügyekről beszélünk, a végbélnek a nyálkahártya alatti nyálkahártyájához kapcsolódik, itt is nyálkahártya alatti nyálkahártya lesz érintve, mert nem, itt jön a lényeg, nem tudom magamat túltenni valami ocsmány dolgon. És ez annyira általános, hogy az én megélésem az egyetlen valóság, ugye ezt nem felejtjük el, hogy ki mit fog föl gasztetnek, piszkos ügynek, alávalónak, ez mindenkinek a saját megélése fogja eldönteni. És ez, amíg ezen én nem tudom túltenni magam, addig a hólyag alapon ugye szaporítom ezeket a sejteket minden probléma nélkül. Na de jön a gyógyulás, és akkor jön a fájdalom, a zavaros vizelet, nyilván potenciális vér is van benne, mert ha bontunk, akkor ott vérerek szakadnak föl. A éjszakai izzadás az garantált, és nyilván, hogy a konfliktus mértékétől függően a tünetek az egészen enyhétől a nagyon súlyos tünetekig változhatnak. Tudjuk, hogy eserike kólit a vizeletből is kimutatnak, és akkor itt ilyenkor arra gyanakszanak, hogy az a végbélből bemászott a lyukba. Ugyan már kezi csókolom, és egy férfinál ez hogy fog megtörténni. Én nem gondolom azt, hogy valaki a székletel szennyezett kezével, éppenséggel a húgysövének a nyílását fogja bekenegetni. Szóval nonsense az egész, hanem miről szól a történet? Az Escherichia coli részt vesz tehát a gyógyulási folyamatban, ocsmányfalat konfliktusokból származó történetekben is, minden olyan helyzetben, amikor falat konfliktust éltem meg, de ha a hólyagban is megjelenik, akkor nyilvánvaló, hogy ez a bizonyos hólyagfertőzés is ocsmány történetből származik, és ez lesz az, ami ezt a Escherichia coli-t megjelenteti a vizeletben, és nem a külső befertőződés. A hólyag nyálkahártyája, tehát az alsó része,
a húgyhólyag, a hólyag alap vagy trigónumnak a programját, ezáltal akkor úgy gondolom, hogy megtárgyaltuk, de tudnunk kell, hogy ha nem oldjuk meg a programot, akkor hólyag daganat, hólyag alap daganat alakul ki, tehát ha valakinek benéznek a hólyagjába, és azt mondják, hogy a hólyag alapon daganat van, akkor még mindig konfliktus aktív fázisban van, vagy már megkezdte a lebontást, és a gyógyulási tünetek miatt keresi fel az urológust, és hát az azt fogja látni, hogy a hólyag alapon hatalmas buli van. A biológiai gyógyulás azt jelenti, tehát, hogy duzzanat, fájdalom, zavaros vizelet, vér a vizeletben. A nem biológiai gyógyulás, épp úgy, mint a meldaganatoknál, azt jelenti, hogy a sejtek megmaradnak, és akkor, mert nincsen baktériummal, ami lebontsa, és akkor ezeket hólyag alap polipoknak fogják becézni. Nyilván, ha már nincs mi lebontsa, és már megoldási fázisban vagyunk, akkor ez már jó indulatú lesz, kérem szépen, jó indulatú. A függő gyógyulásban visszatérő hólyaggyulladások lesznek a kandidától, vagy éppenséggel az escherichia colitól, és akkor harcolunk a kandida ellen, nem fogyasztunk cukrot, mert nem etetjük a gombát. Nagyszerű ötlet. Kiváló ötlet. Hát ha valaki úgy gondolja, hogy attól lett neki hólyag hurutja, mert cukrot evett, hát akkor ne egyen cukrot. Én továbbra is cukorral fogom meginni a kávémat. Hólyagfal terület kijelölésben vesz részt. Hólyagfal, tehát jobb oldal, bal oldal. Itt már ugye van anya, gyerek és partner oldal. Ezt a nyálkahártyát, speciális nyálkahártyát urotéliumnak hívják. Tehát nem endotélium, ez urotélium, mert a hólyag, illetve a vizelet kivezető rendszer speciális nyálkahártyája, és hogyha kialakulnak ilyen szemölcs-szerű növekmények, akkor azt uroteliális papillómának nevezik. Én szépen mindenre van elnevezés, csak tudnunk kell, hogy mi a DHS, és éppen hol tartok, és akkor nem fogok ettől megijedni. Hogy fogjuk ezt élvezni? Hát fájdalommal, véres vizeletürítéssel, azzal az érzéssel, hogy nem örül ki a vizelet. Még pisilnem kell, de nem jön több. Ez a hólyagtenezmus. Nagyon, de nagyon oda kell ezekre a dolgokra figyelni, mert ha valaki hajlandó a területét azért nem csupán birtokszinten meghatározni, hanem egy kicsit lazábban, akkor az ilyen konfliktusokat nem fog megélni. A tanfolyamon erre konkrét megoldási kulcsot javasoltam. A húgycső ugye az a legerősebb, a legintenzívebb területkijelölési konfliktusnak lesz a szervi megnyilvánulása, vagyis a húgycső nyálkahártyája. Úgy vagyunk ezzel, mint a vastagbérákkal. Az enyhe érzések még a felszálló haránt, leszálló remesét érintik. A stabil, szarul érzem magam a szigma belet, és a legszarosabb érzés a végbelet. Itt a stabil területjelölés a hólyagot érinti, de a legeslegerősebb program az a húgycső nyálkahártyáját fogja érinteni szervi szinten. Na de ha még hozzáteszem a szindrómát, akkor vajon mi lesz? Hát felduzzad és összezáródik, és nem tud kijönni a vizelet, tehát katétert kell majd behelyezni, ami nem lesz egy élvezet, még bedugják. Na most hallottunk olyanról, hogy gonorrea tripper. Hát kérem, mi lehet ez a drága gonorrea, vagy éppen egy másik ilyen dolog, a klamídia. Ezek ellen nagyban harcolunk, és szexuális úton terjedő betegségekként határozzák meg, pedig igen, hát van közük a szexualitáshoz, mert kifejezetten a szexuális térre vonatkozó területi kijelölés alkalmával fogjuk
megoldás követő fázisban ezeket a segédeinket igénybe venni. Nyugodjunk meg, mindenkiben van egy kicsi gonorreja, egy kicsi klamidia, csak éppen olyan minimális szinten, hogy kimutathatatlan. De agyi parancsra fognak ezek felszaporodni, és agyi parancsra fognak eltűnni, ha elvégezték a melót. Ennyire egyszerű az egész. Tehát a szexuális témájú területi kijelölési konfliktusnak a gyógyulási tüneteiről beszélünk. Nyilván előfordulnak szájüregben, bélben, ott az arra vonatkozó konfliktusok helyreállításában fognak segíteni. Férfiaknál ugye tudjuk, hogy a húcső azért valamivel hosszabb, és az ejakulációnak a szerve, és ebből adódóan minden olyan konfliktus, ami az ejakulációval kapcsolatos, hát a húcsőre fog szervi szinten hatni, mert nem tudok, vagy nem engedik, vagy nem szabad, és akkor hát nyilván, hogy a húcső lesz érintett ebben az esetben. Külön történet a húcső záróizma, és a belső záróizom, és van egy külső záróizom, ez két nagyon érdekes történet. A belső záróizom az sima izom rostokból áll, és az a feladata, hogy bent tartsa a vizeletet a hólyagban. Tehát az a konfliktusom, hogy elcsöpög a vizeletem, akkor a konfliktus aktív fázisban fokozom a tónusát a belső záróizomnak, és ezáltal megkönnyítem a vizeletnek a hólyagban való tartását. De ez csak akkor jön össze, ha engem zavar az inkontinencia. Ha nem zavar az inkontinencia, nem indul el a belső záróizom programja. A megoldás követő fázisban a izomfeszülés visszaáll normál értékre, epileptikus krízisben lesz egy nagyon erős hólyag görcsünk. A külső záróizom az haláncsikolt izomzat irányítja. Ugye tudjuk, hogy a sima izomnak az agytörzsben van a központja, a haláncsikolt izomzatnak meg két központja van. Egy a mozgató központban, egy pedig az agyvelőben. Amikor konfliktus aktív fázisban vagyok, szimpatikotóniában vagyok, és epileptoid krízisben, akkor ez nyílik. Hoppá! Vagyis, amikor azt élem meg, hogy képtelen vagyok a területem kijelölni, akkor nyílik. És ezért fog a vizelet konfliktus aktív fázisban elcsöpögni, hogy tudjam kijelölni a vizelet, hogy tudjam kijelölni a területem. Nyilván felép némi sejtvesztés is, és a hólyagfalnak a bénulása. És ez tovább rontja a önértékelésünket. És képzeljük el azt az embert, aki mondjuk 30 éve területkijelölési konfliktust él meg olyan szinten, hogy nem tudja magát túltenni mondjuk egy ocsmány történeten, mert becsapták, vagy a, mit tudom én, a munkahelyén nem tehette meg, amit meg akart tenni, vagy mit tudom én, és mellette még képtelen kijelölni a területét, mert beleszólnak az életébe, a munkájában, hogy mekkora, hát biológiai választ vagyunk képesek ilyenkor 20-30 év alatt megcsinálni. Mikor jön a megoldás? Mikor nyugdíjban megyünk. És akkor addigra nyilván, hogy az inkontinencia kialakul a sejtvesztés miatt is, meg a hólyagfal bénulása miatt. A megoldásban az izomzat rekonstruálódik, erősebb lesz, mint volt, és mi lesz az epileptoid krízisben? Egy hatalmas hólyagfal bénulás és inkontinencia. De ha én tudom, hogy nagyon sokáig voltam, mondjam azt, az egész életemet ez a konfliktus típus határozta meg. És most tudom, hogy a hólyagfal bénulásom azért van, mert epileptoid krízisben vagyok, akkor azt ajánlom, hogy tessék betenni a hűtőbe a pezsgőt, mert hamarosan ünneplünk.
Az epileptoid krízis után ugyanis visszanyeri a hólyagfal a tónusát, működni fog, visszanyeri a tónusát a záróizom is, és tökéletesebb lesz az egész, mint volt. Jó hír, ezt kérem. Na szóval, remélem, hogy mindenki megértette a mai nap is, hogy a germán gyógytudomány alap a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez. Amíg mi azokkal a tényezőkkel foglalkozunk, amivel a hagyományos akadémikus orvoslás foglalkozik, addig nem fogunk előre jutni. A hagyományos orvoslás az egyebekről szólt, de 1910 óta a Flexner tanulmány megírása óta a medicina már rég nem azt csinálja, mint a hagyományos orvoslás. Tehát az alapvető dolog meghatározni a konfliktust, lezárni érzelmileg, hogy eltűnjenek a sínek. Ez lenne a terápiának a gerince. De ha nem oldom meg érzelmileg a konfliktust, szenvedhetek tovább tudományosan. Felejtjük el, hogy a germán gyógytudomány tudomány. Mert reprodukálható, mert összehasonlítható, és mert előrejelezhető. Mert nincsenek benne feltételes módok. Van olyan, hogy több lehetőség is van, de nincs olyan, hogy hát lehet, hogy még lesz ez is, meg lesz az is. Szóval külön van egy programom, amit úgy hívok, hogy pajzsmirigy program, és külön van egy tünetem, ami szemtünetet okoz, de a kettőt, amit Bazedov-kornak neveztek, azoknak közük nincs egymáshoz, a szememnek, meg a pajzsmirigyemnek. Én megköszönöm mindenkinek a figyelmét, és felhívom a figyelmet arra, hogy az útmutatót, ha valaki elejétől végig elolvassa, megkapja azt a gondolkodást, ami ahhoz kell, hogy megfejtsük azokat a dolgokat is, amelyek még esetleg nem tiszták.